Amikor arról beszélt a környezetében, hogy öntözési közösséget kellene szervezni, akkor először mindenki értetlenkedve fogadta a kezdeményezését, és senki nem hitt benne, hogy ez sikerülhet, vagy hogy van értelme. És az elsők között volt a kalocsai öntözési közösség, amit sikerült létrehoznia Szigeti Tamásnak, egy nagyon tehetséges fiatal agrárszakembernek, családi vállalkozásnak. Hogyan sikerült az egymással versenyben is levő gazdálkodókat összeszerveznie, milyen eredményeket értek el, hogyan látja az agrárgenerációváltást, és mik a tapasztalatai az új támogatási rendszerrel kapcsolatban, erről is kérdeztük őt. Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a vendégemet is, Szigeti Tamást, aki egy fiatal, de ahhoz képest nagyon hozzáértő és tapasztalt mezőgazda. Ő egy családi vállalkozásnak a tagja. Ez egy olyan családi vállalkozás, amelyik már több generáció óta mezőgazdasággal foglalkozik, és folyamatosan fejlesztenek, és igyekeznek több lábon állni. Én azt hiszem, hogy ebben nagyon erősek, ebben a több lábon állásban. Tamás, számodra hogy kezdődött a mezőgazdaság a te életedben? Én is köszöntelek először is téged, és köszönöm a kedves szavakat. Hát ez már elég régen eldőlt ez a mezőgazdaságnak a szeretete. Egyébként is volt egy kis érdeklődésem már középiskolás koromban a állatok, illetve a növénytermesztés iránt, de édesapám elég vaskezű, vaskalapos, az a szó jó értem, mivel vaskalapos ember, és azt mondta, hogy fiam, vagy gödöllőre mész tovább tanulni, vagy gödöllőre mész tovább tanulni, és akkor itt el is dőlt ez a kérdés, de nem lőttem mellé, nagyon szép éveket töltöttem itt, jó volt most ide visszajönni. Soha nem bántad meg, hogy mezőgazdasági pályára léptél? Egyáltalán nem. Voltak olyan évek, amikor még ki kellett, hogy forja meg át az a történet, hogy melyik részében tudom megtalálni önmagamat, mert nagyon szertágazó a mezőgazdaság, de azt gondolom ez már a kikristályosodott és teljesen világos számomra, hogy melyik ez a rész, amit én legjobban szeretek. És melyik az a rész? Hát ugye mi a, a családi gazdálkodás, mert amit édesapám vezet, mi szolgáltatunk is, Ugye a délalföldi gazdálkodóknak főleg, és az ő pályázati, beruházási, fejlesztési elképzeléseit koordinálom, illetve az adminisztrációs területen találtam meg azt a tevékenységet, ami legközelebb áll hozzám. És van egy olyan ő, saját céged is, amelyik tanácsadással foglalkozik, ugye? Így van, így van. Tehát nem csak a saját gazdaságunknak a fejlesztéseit igyekszem koordinálni, illetve az adminisztrációját, hanem a gyakorlati tapasztalatokat kamatoztatva a többi főképp dél a földi gazdálkodóknak is próbálunk segíteni ilyen módon. Kalocsa közelében helyezkedik el a ti farmotok. Meséljél róla, hogy mi mindent jelent ez a több lábon állás. Hát, hogy a rendszerváltás után édesapám nagy hiteleket, illetve a család nagy hiteleket fölvéve szereztük meg ezt a gazdaságot, vettük meg. Ezt a 2000-es elejé, 2000 évek elejéig törlesztettük ezt a nevezük kölcsönnek és aztán az Európai Unió való csatlakozásunk óta kezdődött ez a fejlődés, de igazából a 2010-es évektől látszódott ez meg még inkább. Ugye állattenyésztéssel, növénytermesztéssel is foglalkozunk, szarvasmarha tenyésztés, ősonos lótenyésztés, jutenyésztés van, most már a növénytermesztési ágazat az kb. 600 hektáron gazdálkodik, vagy gazdálkodunk, ennek fele szántó, fele gyepgazdálkodás. Ugye ez a konkrét mezőgazdasági rész, a, ami a diversifikációt jelentette, az három évvel ezelőtt indultunk el a falusi turisztika irányába. Itt volt egy ilyen pályázat a minisztériumnak, és ezt meglovagolva újtottuk fel ezt a nagy épületet, ahol már te is jártál. Igyekeztünk a hagyományőrző elemeket bele csempészni, ugye a közelsége miatt, és nekünk is nagy meglepődés volt, hogy van rá igény. Épp a múlt héten terveztünk, vagy hát tartottunk gazdatalálkozót, illetve egy nyílt napot, több mint 200 vendéggel, ahol a vidéki életformát igyekszünk, igyekeztünk közelebb hozni a városi és a környékbeli lakosok részére, illetve amit már említettél, a, a, úgymond a saját vállalkozás, az pedig ez az agrár tanácsadás, agrár pályázatírás, szaktanácsadás, adminisztráció, ez már 2013-14 óta, tehát is kb. 10 éve működik már. Nagyon komoly tapasztalatokra tett érszert az öntözéses gazdálkodásban is, hiszen az első között kezdeményezed meg, koordináltad, hogy jöjjön létre öntözési közösség a térségetekben. Ráadásul ez a, én úgy tudom, hogy az országban a legnépesebb öntözési közösség. Ez még igaz? Hát friss információm ebbe kapcsolatban nincsenek, de úgy tudom, hogy vannak azért ilyen létszámúak már. Abból viszont van friss információm tegnapi a Nemzeti Földügyi Központtól, hogy meghaladta a 200 már az öntözés közösségnek a száma. 204 van jelenleg, tehát ez egy népszerű program, de mi az egyik legnépesebb vagyunk, és azt még fontos kiemelni, hogy 38 taggal rendelkezünk, és ezek teljesen különálló gazdaságok. Tehát egymás versenytársai, de mégis összefogtak egy közösebb cél érdekében. Nehéz volt ezt így össze hozni, hogy meggyőzni egyenként őket? Nagyon, nagyon ez nem kifejezés, tehát nagyon nehéz volt. Ez 2019 év végén indult az a folyamat, és maga a cég az 2021 év elejei. Nyilván utána a közben be a Covid, ugye ez sem segítette ugye a megbeszéléseket, mert ők velük a gazdálkodóknak a nagy része, hogy idősebb generáció nem lehet online megbeszélni a dolgokat, úgyhogy ez is kicsit adta, de most már azóta látjuk a fényt az alagút végén, és, és most már ők is látják, hogy volt értelme ennek az összefogásnak. Mondjál valamit, hogy mi volt, milyen eredményeket tudtok felmutatni azóta, hogy létrehoztátok a közösséget? Hát ugye a, a közösségek országos szinten, illetve mi is a pályázati támogatás miatt alakulnak elsősorban. Mi ott 180 millió forintot nyertünk el, a fenntartási, üzemeltetési, öntödési közösségek együttműködésének támogatásán. Ennek most már a harmadik éve vagyunk, tehát a két évet azt már abszolváltunk, illetve kb. 700 millió forint az, amit a beruházási pályázaton igyekszünk megvalósítani, vagy valamelyik része már lezajlott, valamelyik még most zajlik, illetve valamelyik még bidált alatt van. Tehát a kettőt összejuk, hogy egy közel egymilliárdos projektről beszélünk már. Elkezdtétek a beruházást? és illetve mit takar ez a beruházás? Öntöződobok, öntözőlinárok, csővezetékek, ö, ...nek a megvételét, illetve a rekonstrukcióját, illetve most már, hogy ö, változtattak a kiíráson, most egy csatornatisztító gépre is pályáztunk, ö, ez még elbírálás alatt van ez a pályázat, de nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy már erre is lehetett ilyen eszközbeszerzésre is lehetett pályázni. Ez egy közel 100 milliós gép, tehát nem egy ö, ö, olcsó gépről ö, beszélünk, az is egy nagyon nagy segítség lesz, hogyha hogyha itt ezt uh, tudjuk nyerni, mert uh, ugye nem 50%-os a támogatás a közösségpályázik, nem 70%, tehát nagyon sokat jelent uh, ilyen nagyértékű értékű gépeknél az a plusz 20%. Egyértelmű. Egyébként ti egy olyan területen hoztátok létre ezt az öntözési közösséget, ahol az infrastruktúra ehhez megvolt, tehát öntözött földekről beszélünk, illetve... Uh, kiépült a lehetőség még annó, azt hiszem a 60-as években, hogy, hogy öntözni lehessen. De akkor milyen előnyökre tettetek szert mégis ezzel a szerveződéssel? Mert hát öntözhettetek volna addig is, elvileg. Hát volt egy, egy ilyen feloldatlan ellentét a gazdálkodók, illetve nem az állam között, mert itt ez magánkézbe került, ez a, ez a vízmű, harmadlagos vízmű de egy hálózatot jelent, két nyomásközpontot, illetve a, a, a föld földalatti nyomócsövezetékes hálózatot, és az ezt ellátó infrastruktúra. Tehát volt egy olyan ellentét a gazdák illetve a szolgáltató között, hogy a gazda azt mondta, hogy azért nem öntöz, mert drága a víz, a szolgáltató azt mondta, hogy azért drága a víz, mert kevesen öntöztök. És akkor ö, ö, jöttem én a képbe, először kicsit érdekesen néztek rá, mert ezzel az ötlettel, amikor ez az öntözési közösségek, a rendszerek kialakult, ugye az új vízgazdálkodási törvénynek köszönhetően. Nem, először nem igazán hittek nekem, lehet a régmúlt tapasztalataiból sem, de, de sikeresen megtörtént az összefogás, és, és most már látják azt, hogy ennek van értelme. Magyarán olcsóbb lett az öntözés számotokra. Így van. Így van, nem is kevéssel. Elég, ha csak a, a rezsiköltséget, az áramszámlát nézzük meg. Tavaly 80 forintért kaptunk körülbelül az áramot, most ilyen 180-200 forintért kapjuk. Tehát az üzemeltetésnek hatalmas nagy költségei vannak, és ezt az üzemeltetési költséget kompenzálja ez a támogatás. Te egyébként azért nagyon Sokat tettél országos szinten ennek az öntözési közösségeknek a népszerűsítése érdekében, de úgy is, hogy azért a kritikádat is mindig megfogalmaztad. Mi az, ami változott esetleg az elmúlt pár évben, hogy mondjuk javultak a pályázati feltételek? Hát azt emelném ki, elsősorban, hogy javultak, mondjuk volt honnan javulni, ez is az igazsághoz hozzátartozik, hogy gyorsult a pályázatoknak az elbírálás ideje, és ez egy hatalmas előny ugye olyan szintű gyors drágulás van a piacon, hogy nagyon sok gazda elgondolkodott azon, hogy egyáltalán belevágjon-e, hiába van támogatói okirata, mert annyira megdrágult az eszköznek, a gépnek az ára, hogy mégis azt mondta, hogy nincs, nem tudja hozzátenni azt a plusz önerőt. És most igenis ebben volt gyorsulás, változás, a másfél-két éves birati idők azok lerövidültek egy ilyen 6-8 hónapra, és ez, ez nagyon nagy segítség. Egyszerűsödött esetleg az eljárás, mert ugye azért ezzel is nagyon sok gondjuk van a gazdáknak, hogy annyira bonyolult az adminisztrációja, illetve hogy a tulajdonviszonyok miatt is nagyon nehéz döntéseket hozni, meg, meg pályázati támogatást is szerezni. Igen, egyszerűsödött, Ö, mondjuk ennek is volt bőven egyszerűsödnie, valahonnan el kellett indulni de még mindig azt mondom, hogy sok gazdának ez kicsit bonyolult. Ugye a Nemzeti Földügyi Központ létrejöttével, illetve annak a főosztálya, a vízgazdálkodása, hogy öntözési főosztály, ő ezt koordinálja. Nagyon segítőkészek, én is tapasztaltam ezt, illetve más öntözési közösségeknél is. Ugye rengeteget segítenek, de mindig, még mindig azért a gazdálkodók sokszor bonyolultnak érzik ezt a bürokratikus folyamatot, és nehezen vágnak bele az öntözési fejlesztésekbe. Neked, a, a ti családotokban én azt gondolom, hogy azért a generációváltás az nem egy akkora probléma, mint nagyon sok más helyen, nem? Tehát azért az eléggé organikusan tud működni nálatok. Mm, igen, itt ezt az évek alatt azért rengeteget vívunk, a szó jó értelmébe. Ugye az édesapám a gazdaság vezetője, a nagybátyám dolgozik, még vezetőszerepködve, illetve én, így hárman próbáljuk meg koordinálni az egészet. Ennek ki kellett alakulnia, hogy ki mit csinál. Azért nálunk is mindennaposak a viták, de ezek érlelik ezt a fejlődési folyamatot. És, és egyértelmű az, hogy tovább kell vinni ezt a gazdaságot. Tehát az nem kérdés, hogy tovább viszik-e, vagy nem, hanem az, hogy hogyan viszik tovább. De te, mint szaktanácsadó, illetve tanácsadó, arra is rálátsz, hogy mások, más helyeken hogy megy ez, mert nem mindenhol van törvényes örökös, aki tovább tudja vinni, és ugye most elfogadtak, illetve életbe is lépett egy új törvény ezzel kapcsolatban, ami szabályozza ezt a, ezt a gazdaságátadást. Ezt hogy látott te, hogy mennyire fogja megvalósítani a hozzáfűzött reményeket? Hát nagyon nagy reményekkel vagyunk etéren és kicsit ezt is szoktam mondani, hogy hálása vagyunk, hogy belevágnak ilyen témákba, mert itt a minisztérium felé, mert utolsó vagyunk szerintem. Ugye ilyen volt az öntözés, illetve ilyen az a generációváltásnak a témaköre. Több olyan elem lesz majd a támogatási pályázati elemben, ahol ezt kiemelten lesz kezelve, a támogatva. Ugye most már lezalott az egységes kéremekbe adás, ott is már megmutatkozik ez. Ugye a fiatal termelők több hektáronként, teletenként több támogatást tudnak kapni, és majd ősszel év végén, ha jók az információ, akkor jönnek olyan plusz támogatási elemek, fiatal gazdapályázat, nagyobb intenzitása a fiatal termelőknek, gazdaságátadási pályázat, tehát mind-mind az agrár nemzedékváltás segíti elő. A részleteket még nem tudunk etéren, de nagyon-nagyon sokan várják, és természetesen igyekszünk segíteni minden gazdálkodónak etéren is. Mi a legnagyobb probléma most jelenleg a, ebben a generáció generációváltásban? Hát ugye az is kiemel probléma, hogy nincsen, sokszor nem írnak végrendeletet a gazdálkodók, nagyon kevés százalék, és ez tisztázatlan jogi körülményeket eredményez, illetve hogy másfelé mennek el, vagy nem trendi annyira mezőgazdaság, hogy, hogy tovább vigye akár az utód, vagy az örökös a gazdaságot talán az elmúlt években ez már változni látszik. Nagyon sokan tettek eté, vagy nagyon sok történést volt etérem, ilyen ugye akár az egyetemeknek az átalakítása, gyakorlatorientált a oktatás. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz szerintem, hogy, hogy igenis van jövő a madrigazdaságban, és óriási szükség van rá. És ugye, ugye a válság időszak, a Covid időszak, a bezártság időszak erre mind-mind rávilágított. Mert hogy tehát, hogy a COVID-időszak az hogyan világított arra rá, hogy nagy szükség van a mezőgazdaságra? Hogy az működött? Hát igen, csak nem tudunk behozni különböző ja, termékeket, a... hanem saját magunkra vagyunk utalva, és az önrendelkezésünk van azáltal biztosítva. Tehát, hogy igen. fontos az önrendelkezés, hogy mindenből elegendő legyen. Így van, termeljünk. Pontosan. Nagyon jó adottságunk van, van a ketérem. Te. Nagyon gondolom, hogy abban is segíted a gazdálkodókat, hogy az egységes kérelmeket be kellett adni. Most június 9-ig volt a határidő, ugye? Ebben igen. részt vettetek ti tanácsadóként? Ö, természetesen igen. Én konkrétan nem végzem ezt a folyamatot, de a kolléganők, három kolléganő van, aki segíti a gazdálkodókat. Több mint száz gazdálkodó vagyunk kapcsolatban, és együttesen közreműködve adjuk be nekik az egységes kérelmet. Mennyire? Most rengeteg változás volt, ugye? Hát igen, igen. Mennyire volt ez most ö, nehezebb feladat, mint az előző években? A kolléganők tapasztalata alapján egyértelműen nehezebb és hosszabb feladat volt. Több információra volt szükség, ugye indult az agrárökológiai alapprogram, ami egy teljesen új jelen volt. Azok is el tudtak indulni benne, akik a múltban az alkágiban vagy az őkóban benne voltak, illetve párhuzamosan elindították ezt az egyéves programot. Ez egy jó támogatási lehetőség, nyilván különböző zöld feltételekhez van kötve, és több információt kér az irányítatóság ezügyben, ezért több időt is lehet beadni az egységes kérelmeket. Hogy vált be eddig ez az új rendszer szerinted? Hát maradjunk annyiban, hogy még ismerkedünk vele, tehát hogy nagyon az elején vagyunk még. Sokkal több időt kell ráfordítani, a gazdálkodónak sokkal jobban kell figyelni az adminisztrációra, nem egyszerűsödik az adminisztráció, hanem inkább bonyolódik, viszont igenis a fenntartatóságra is figyelmet kell fordítani. Úgyhogy, úgyhogy ezt még nem tudok tapasztalatot mondani a téren, majd az év végét várjuk meg. Uh -huh. Februárban te ö, szerveztél egy fórumot ott Kalocsán, ahová meghívtad az agrárminisztert is, és ugye pont az egységes kérelemről volt akkor is tájékoztatás, és akkor nekem feltűnt, hogy egy új titulus került a neved elé, hogy agrár- és ö, vidékfejlesztési biztos, ugye? Így jól igen. Ez hogy történt, vagy mit akar ez a, ez a megbízás? A országos szinten vannak kiemelt térségek a három volt, most lett egy plusz térség, ez a Budapestnek az agglomerációja. Ez a három kiemelt térség a Tokai, a Balatoni, illetve a mi vidékünk, ez a Közép-Dunamente, Kalocsa és Paksi központtal, és több közös projektbe együtt dolgoztunk már az ezt irányító ügynökséggel, a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökséggel, és kb. egy fél éve, három éve, úgymond hivatalossá tettük ezt az együttműködést, agrárügyekben segítem az ügynökség munkáját, kikérik a véleményemet bizonyos támogatásokról, programokról, lehetőségekről, közösen szervezünk fórumokat, helyi termék bemutatókat, és, és ugye így, így működünk együtt az ügynökséggel. Tehát igazából egy hivatalos formája lett ennek az együttműködésnek. Egyébként te miért tartod azt fontosnak, hogy hogy ilyen közösségszervező, közéleti szerepet is felvállalják? az egyértelmű, hogy agrár, agrár szakmát népszerűsíteni kell. Nyilván van egy személyes ambíció is ebben, ezt sose tagadtam, de nagyon szeretem a közösségekkel, illetve az agrár és élelmiszeriparral foglalkozni ilyen szinten is, és közelebb hozni akár a városi lakókhoz. Van olyan ö, személyes célod, amit ö, magad elé tűztél ezen a területen? Tehát ö, most ö, arra gondolok, hogy hogy népszerűsíteni az agrárgazdálkodást, fejleszteni a vidéket. Látom, hogy nagyon sokat teszel a, a hagyományápolásért is. Tehát van -e egy olyan víziót, hogy mit szeretnél elérni a saját közvetlen környezetedben? Hát vannak olyan kiemelt témák, amire én nagyon szívesen foglalkozom, amiről most kiemeltem beszéltünk, ugye az öntözés, illetve a generációváltás, ezek kifejezetten külön, közel állnak hozzám és én mindenféle ehhez kapcsolódó feladatok, feladatokkal nagyon szívesen foglalkozom és tevékenykedem. de tegyen ez a hungarikumoknak az ápolása, ugye a hagyományozás ápolása is. Ez is érdekes dolog, pont a családban beszélgettünk erről, hogy régebben nem foglalkoztam vele, megmondom őszintén, és az elmúlt 5-6 évben ez valahogy nagyon közel jött hozzám. Nagyon-nagyon tetszik az a kalocsai mint a kicsit hazabeszélek természetesen, és ugye közel van, kapcsolatban van ez a paprika termesztéssel, amire az egész öntözést próbáljuk ráépíteni, illetve az, az egyik legnagyobb problémája ugye a, a emberi erőforrásnak a hiánya, illetve az öntözésnek a magas költsége, és azt gondolom, hogy itt az öntözési közösséggel ezt a méregfogat már ki is húztuk, mert kedvezményesen tudnak öntözni a gazdálkodók, és ezzel igazán a fűszapabrika termesztésének jövőért is teszünk, úgyhogy ez, ez, minden összefügg. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Minden jót ehhez a... Hogy sikerüljön összekapcsolni a múltat, a jelent, meg a jövőt. Köszönöm szépen. Köszönöm.